Barta Zoltán ül itt velem a stúdióban, köszöntelek. Szia. Ugye te a Magyar Star Wars Klub alapító tagja vagy. Nem, vezetője. Én 5 hónappal az alapítás után csatlakoztam a klubhoz, és 14 éve vezetem, most februárban lesz 14 éve. Ez már egy ilyen régi szervezet? 19 éves volt most októberben, tehát már személyigazolványa van, meg nagykorúvá lett, meg igen, régi darab. Akkor ti már biztos tűkönülve vártátok az Ébredő Erő filmet. Hát szerintem nem volt senki a világon, aki ne várta volna, tehát azért, és ilyenkor derül ki, hogy a 10 millió Star Wars szakértő országa vagyunk, és ez a nagyon jó érzés így néha, hogy nagyon sokan várják, minden korosztály. Tehát a 6 évestől a 60-ig tényleg mindenki várta ezt a filmet. Akkor nincs különbség? Mármint gondolok arra, hogyha megnézdi egy 10 éves ezt az új filmet, meg megnézdi egy 50 éves, azért mind a kettőjüknek más-mást jelent maga a Star Wars. Igen. Az én korosztályomnak ugye, aki 79-ben látta először, annak azt jelentette, hogy jó újra látni ezt a galaxist, jó újra látni a csillagos hátteret, a Star Wars logóval előtte a 3 bekezdéses szöveget, a film előtt az X-szárnyúakat, a fénykardokat, a rohamosztagosokat, igen, jó visszatérni ebbe a galaxisba, még akkor is, hogyha csalódást is jelent, vagy ugye érezhetően ez már egy új generációnak készült, de lássuk be, mind a 3 trilógia egy-egy másik generációnak készült. Tehát tovább kell lépnie a filmkészítőknek is, és nyilván nem ugyanazokkal a filmes eszközökkel, nem ugyanazzal a nyelvezettel dolgoznak, mint a 70-es években, vagy mint a 90-es években. És akkor most már térjünk ki, mert engem borzasztóan érdekel, hogy neked hogy tetszett a 7. rész? Csalódtam. Miért? Csalódtam, beültem a moziba, voltak fenntartásaim már előtte, láttam ugye a trélereket, és már az első képkockán, az első trélernél éreztem, hogy na ez az, ami nem nekem fog szólni. De miért az első pár képkockából? Látszott, hogy nem jön át az olyan ütősen, annyira robbanásszerűen az a Star Wars feeling, ami még az előzmény trilógiában is megvolt. Tehát nem, valami hiányzik belőle, és most, amikor így megnéztem a filmet, és 12 óra alatt 3-szor néztem meg, tehát volt a premier elővetítés, a premier éjszakai, másnap egy másik vetítés, sok volt, így egyszerre, tehát lehet, hogy az a probléma vele, hogy ez tényleg nem nekem szól, ez már egy új generációnak szól, és valahogy nagyon, nagyon gyengén van kezelve a cselekményvezetés, a karaktereknek egy javarésze nem igazán állja meg a helyét, nem érzem azt benne, hogy fú, ezt most tényleg nekem csinálták. Emlékszem, amikor 79-ben láttam kisgyerekként ezt a filmet, úgy jöttem ki a Corvi moziból, egyrészt úgy jöttem ki a moziból, hogy mit keresek én itt, tehát ugye a saját világomban, amikor engem olyan helyre repítettek el, hogy az valami álom volt. Másrészt köszönöm szépen ezt a filmet, pont nekem csinálták, ezzel minden álmom teljesült. Most nem érzem ezt az átütő erőt benne. De nem lehet, hogy túl nagyok voltak az elvárásai? Dehogy nem. Mindenkinek. De szerintem mindenkinek nagyok voltak az elvárásai. Tehát ez volt az a film, amit nem lehetett úgy megcsinálni, hogy mindenkinek tetszem. És szerintem éppen ezért van az, hogy amikor valaki kritikát fogalmaz meg a filmmel szemben, akkor a két véglet között nincsen szinte semmi. Tehát az egyik fele azt mondja a rajongóknak vagy a nézőknek, hogy nagyon tetszett a film, szélsőségesen nagyon tetszett, tehát ez tényleg olyan volt, amit elvártam tőle, és semmilyen hiba nem volt benne. A másik meg azt mondja, hogy nagyon nem tetszett a film, és tele van otromba hibákkal. Tehát, hogy ilyeneket egy Star Wars galaxisban nem lehet elkövetni, és akkor a másik fele meg nem érti, hogy hát miért, hát most mi a baj ezzel a filmmel. Hát amit csak lehetett, mindent elkövettek, hogy ne úgy sikerüljön. Alapvetően a sztoriról mit gondolsz? Mert én úgy látom, beültem a moziba, és én megmondom őszintén, nem olyan rég láttam az előző 6 részem, tehát most néztem meg körülbelül 2 hónapja, és én azt vettem észre, hogy nem tudnak olyan nagyon újat mutatni. Hát ez az. Tehát ez a egyik fő probléma ezzel a filmmel, aki kritizálja, tehát aki negatív irányba kritizálja, hogy miért kellett most egy epizód 4-es, tehát ugye a klasszikus Csillagok háborújás 77-es epizódot rebootolni jóformán. Tehát hogy most megint van egy kis robot, amiben információkat teszünk, megint van egy kvázi halálcsillagunk, megint van ez a furcsa családi kapcsolat, így ide-oda, amoda. Miért kellett ugyanazt most eljátszani még egyszer? Ezt nem érti senki. Látszik egyébként a filmen, a trélerekhez képest nagyon látszik, hogy nagyon megvágták. Tehát ugye állítólag 24 perc hiányzik az eredetileg eldöntött hosszhoz képest, és
ez így érződik is rajta. Tehát egy idő után, mintha kicsúszna a rendező kezei közül a dolog, és így kezd úgy így nagyon ingataggá válni. Tehát nem akarom ugye leszpoilerezni a magát a filmet, hogy mikor és éppen hogyan, de egy darabig azért úgy megy a cselekmény megyeget, és aztán egyszer csak így hirtelen van benne egy nagy döccenő, és akkor minden széjjel csúszik, amerre csak lehetséges. Nem értettem, hogy ez hogy sikerült. Van egy magyarázat, eredetileg Michael Arndt készítette, vagy írta a forgatókönyvet, ő kezdte el. Ő a Toy Story 3-ért kapott Oscar-díjat, és pont azért választották ki, hogy a történetmesélés az ilyen nagyon könnyed legyen, ilyen nagyon gördülékeny, hogy mindenki megértse ezt az egészet. Aztán ő 10 hónap munka után váratlanul felállt a megbízatásából, ott hagyta az egészet, és mindenki megrökönyödött rajta, hogy most ez vajon miért. Tehát ilyenkor mindig történik valami, hogyha valaki egy ilyen pozícióba föláll egy produkcióba, egy Star Wars-ból ott hagyja a forgatókönyvíró, akkor mi történhet ilyenkor? Tehát úgy próbáltam úgy beleképzelni magam ebbe a szituációba, és egyre negatívabb lett a körülöttem az erő. És ekkor jött az, hogy akkor most J.J. Abrams fogja átvenni az írást, akkor egy újabb mélypont, láttam ugye a két Star Trek filmet, az előzőeket, és az se tetszett. Tehát ez a két tribút, az nálam mindennél. Én azzal vitatkoznék, mert nekem az tetszett, de inkább azt árul de nekem, hogy ugye a Disney belenyúlt, tehát hogy konkrétan a Disney kezében van az egész újabb trilógia, szerinted ezzel is szenvedett hátrányt? Nem tudom, hogy mennyi, de ugye a végső szó az övék. Tehát ők bólintottak rá a mostani verzióra is, ők mondták azt, gondolom, hogy akkor itt újra kéne vágni ezt a sztorit, meg akkor, és ahogy látszik is, hogy a fénykardot, ahogy átadja ugye a Maz Kanata nevű lény, az a trailerben Leia tábornoknak adja át a fénykardot, a filmváltozatban, ugye a végleges változatban meg másnak adja oda a kardot. Tehát azért elég nagy különbségek ilyenek, nem arról beszélünk most az űrhajó jobbról jött-e vagy balról, hanem az, hogy valami más történt a cselekmény szállal, ami meg ugye a Luke Skywalkernek is ugye nagyon le lett csökkentve a megjelenése ebben a filmben, pedig hát annak idején ő volt a központi szereplője a klasszikus trilógiának. Tehát ez az, amit nem értek ebben az egészben, hogy itt most a Disney ezt hogy gondolta. Tehát most már a hype-ot értem, hogy miért kellett szeptemberben elkezdeni a játékokat erőltetni, hogy megismerjük az új karaktereket, és ne legyenek annyira idegenek. Meg azt, hogy miért kellett ezt a töménytelen mennyiségű licenszjogot eladni, azért, mert attól féltek, hogyha nem jön be a film mégsem, ami képtelenség lett volna, tehát kizárt dolog, akkor nehogy rajtuk ragadjon ez a sok kacat, ugye a licenszjogú partnereken. Azt nem értem, hogy a történet miért lett ilyen ingatag, tehát nekem ez így nagyon, nagyon nem áll össze ez az egész. Egyébként elég kiábrándultnak tűnsz most, hogy így mesélsz róla. A következő résztől azért vársz valami fejlődést? Egyrészt a köztes epizódtól, ugye ez a Rogue One című köztes epizód, ami jövő, vagyis idén decemberben fog jönni, ami a trilógia, két trilógiás rész között fog ugye a moziba kerülni. Ettől várok először valami átütő erőt, hogy lássam, hogy azért a Disneyben mégiscsak van valami kreativitás, és csinálnak valami újat. És a 8. részben pedig azt várom, hogy ha nem is fogják a rajongói észrevételeket, mert hogy miért tennék azt? Tehát most miért süllyednének odáig, hogy ők most a rajongóknak a véleményére adjanak, de azért valamennyire az álláspontjukat egy kicsit hozzáigazítják ahhoz, hogy ez a 7. rész, ez talán mégse úgy sikerült, és azért hallottunk negatív visszhangokat róla, egy kicsit jobban ráfeküdnek a sztori vonalra is. Tehát azt érzem, hogy egy kicsit erősítenek azon a szálon, ami most nagyon gyenge lett a filmben. Na, hát reméljük, hogy akkor valóban így tesznek majd, és várjuk tűkönülve a következő részt. Én nagyon várom. Köszönöm, hogy eljöttél hozzá. Én köszönöm a meghívást.